Nem unatkoznak a plakátragasztók, mostanában újra ellepték az utcákat a politikai reklámok. A Jobbik szombaton mutatta be az új hirdetését, ezeken Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, Rogán Antal és Habony Árpád látható. A plakát üzenete, hogy miattuk nincs pénz oktatásra, vagy miattuk alacsonyak a nyugdíjak. A párt összesen 2000 ilyen plakátot szeretne kihelyezni, ehhez Simicska Lajos korábbi fideszes pénztárnok kormány közeli üzletember cégével állapodtak meg. A Fidesz szerint ezzel bebizonyosodott, hogy a Jobbik a milliárdos vállalkozó pártja. Simicska Lajosról van szó természetesen, aki marionett bábuként mozgatja Vona Gábort és az egész Jobbikot. És Simicska Lajos ehhez sok százmillió forintért jól látható mindenki előtt, hogy plakáthelyeket, médiafelületet is biztosít nekik. A Jobbik szóvivője azt közölte, még nem tudják, mennyibe kerül a kampányuk, de nem áll mögöttük egy oligarha sem. Szerinte a Fidesz magából indul ki. Pontosan ők az a párt, amelyik Soros György köpönyegéből bújtak elő, majd ezt követően Simicska Lajos pénzén híztak kövére. Tehát ők azt a taktikát szokták alkalmazni, hogy ha ők valamivel vádolhatóak, akkor azzal megvádolnak másokat. Állítsuk meg Brüsszelt, erre buzdít az óriás plakát. A kormány is kampányba kezdett. Legújabb nemzeti konzultációt népszerűsítik. A kormány 6 kérdésben kéri ki az emberek véleményét a rezsicsökkentés megvédéséről, az illegális bevándorlókról vagy az adócsökkentésről. Nem csak plakátokon, több mint 100 felületen, újságokban, tévészpotokban is népszerűsítik a nemzeti konzultációt. Ez a miniszterelnöki kabinetiroda híradónknak küldött válaszából derült ki. Az viszont nem, hogy mennyiért. A Newland Media reklám szolgáltató és kereskedelmi Kft. És a Lunch Design szolgáltató Kft. Konzorciuma a kabinetiroda keret szerződésének terhére dolgozik. A szerződést az év elején kötötték, december 15-ig nettó 2 milliárd forintos keretre. Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok! Az MSZP kampánya már 2,5 hetet tart, a plakátokon Botka László, a szocialisták miniszterelnök jelöltje, és a párt legfőbb kampányüzenete látható. Molnár Gyula pártelnök korábban azt mondta, mivel szolid a párt költségvetése, a néhány plakát mellett főleg a közösségi médiára és a személyes kampányra koncentrálnak. Ő és Botka László ebben a hónapban indulnak országjárásra. Mi beszeretnénk fejezni a rendszerváltást. Az olimpia ellenes aláírásgyűjtéssel megismert Momentum mozgalom szintén az országot járja. A hétvégén Nyíregyházára és Székesfehérvárra látogattak.